sárgarépa nagy, ugye, mindig elvágjuk félbe, könnyen kezelhető legyen. Szépen itt csinálsz neki egy kis talpacskát. Idén már második alkalommal szervezett kis gurmétábort a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10 és 14 év közötti általános iskolás gyerekek részére. A táborban 22 fiatal vett részt. Nóri annyira élvezte a tavalyi programokat, hogy úgy döntött, ez alkalommal is csatlakozik. Volt magyar nap, akkor ilyen rántott ételeket készítettünk, meg krumplipürét, meg volt lángos is, akkor volt amerikai nap, amikor hamburgert készítettünk sült krumplival, meg hotdogot, és ma pedig voltunk egy szakásnál, meg most cukrászkodunk. Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó azt mondja, szeretnének hagyományt teremteni a táborból, ahol különböző játékos feladattal és versenyen keresztül ismertetik meg a gyerekekkel a vendéglátó szakmát. Nagyon jó, mert minden nap szinte ők maguknak készítik a reggelit, az ebédet, így már otthon majd a szülőknek is egy kis segítséget fognak tudni nyújtani, és azért valljuk be, hogy ők az a korosztály, aki majd ugye most belelép ebbe a középiskolai oktatásba, és akkor már lehet, hogy sokkal nyíltabban állnak a vendéglátás ágazathoz, és akár lehet a jövő szakácsait, illetve pincéreit neveljük ki. Az egyhetes tábor az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulásával valósulhatott meg, itt térítésmentesen élvezhették a diákok.